V4 Európa jövője. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Az Echo Televízió Visegrádi Szövetségről szóló magazin műsorát látják. Meglepő eredményt hozott az előzetes várakozásokhoz képest a lengyel önkormányzati választások október 21-én lezajlott első fordulója. A kormányon lévő Jog és Igazságosság párt a vártnál rosszabbul, míg az ellenzéki pártok által létrehozott polgári koalíció, vagyis KO jobban szerepelt. Bemutatjuk az eredményeket. A kormányzó Jog és Igazságosságnak, vagyis a PIS-nek jut a legtöbb mandátum a vajdasági közgyűlésekben, több vajdaságot irányíthat, mint eddig. Derül ki a Lengyel Országos Választási Bizottság által ismertetett összesített eredményekből. Ezek szerint a PIS országszerte összesen 254 mandátumot nyert a 16 vajdaság közgyűlésében. Az ellenzéki polgári koalíció, a polgári platform és a modern párt választási szövetsége 194 mandátumot kapott. A szintén ellenzéki lengyel parasztpárt 70 mandátumot szerzett. A független önkormányzatok nevű a PO-val együttműködő szövetség 15 mandátumra, a demokratikus baloldali szövetség és a balliberális törpepártok koalíciója pedig 11 mandátumra tett szert. A mandátumok vajdaságonkénti megosztása azt mutatja, hogy a PIS 6 vajdaságban szerzett önálló többséget, további 3 vajdaságban, ahol nem rendelkezik abszolút többséggel, koalíciós tárgyalások zajlanak. Köszöntöm a stúdióban Mitrovits Miklós történészt, Lengyelország szakértőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt tudjuk, hogy rendkívül éles hangú kampány előzte meg a lengyelországi helyhatósági választások első fordulóját. Mi volt ön szerint a mérlegnyelve, ami aztán végül is a Jog és Igazságosság pártja irányába mozdította el a mérlegnyelvét? Hát lényegében a legutóbbi parlamenti választások óta, illetve sőt az azt megelőző elnökválasztás ideje óta a Jog és Igazságosság, tehát a PIS azért többségben van, tehát a társadalom többségének támogatását tudja. Ez nem abszolút többség, ez relatív többség. Igazából az, hogy ez a választás ilyen eredménnyel zárult, szerintem nem akkora meglepetés, mint ahogy itt a beharangozóban vagy egyéb kommentárokban hallhatjuk. Azt hiszem, hogy ez a valós képet mutatja a lengyel társadalomról. Tehát van egy bizonyos 6-8% mikor, hogy különbség a kormányzó párt javára, az ő ellenzéke, tehát a polgári platform és a modern, illetve a parasztpárt, aminek a rendes, becsületes neve Lengyel Néppárt a szemben. Inkább azt mondanám, hogy a közvéleménykutatásokhoz képest talán még rosszabbul is szerepelt a jogsúlyosan. Közvéleménykutatásoknál tartunk, egyes vélemények szerint hiába nyert most a PISZ, kitrükközhetik, ugye november 4-én tartják majd a választások második fordulóját. Ez mit jelent pontosan? Tehát mennyire meglepő eredmény születhet? Hát ugye két dolog van. Egyrészt a vajdasági parlamentek, a szejmikek, tehát a közgyűlések hogy állnak fel, a másik pedig a polgármesterek kérdése. Ugye a második forduló az már gyakorlatilag csak a polgármesterekről szól, ott, ahol nem sikerült abszolút többséggel az első fordulóban valakit megválasztani. A szejmikekről, tehát ezek a vajdasági parlamentekről elmondható, hogy ugye 16 van Lengyelországban, ebből lényegében 9-ben győzött a PISZ, 7-ben az ellenzéke van többségben. Itt most ugye a polgármesterekről beszélünk. Nem, a közgyűlésekről. De ugye hiába nyert 9-be a PISZ, mint elhangzott, csak 6-ban van abszolút többsége, ahol már mindenféle koalíciós tárgyalás vagy koalíció kötés nélkül is egyedül többségbe tud lenni. Maradék 3-ban, ahol relatív többsége van, ott nem biztos, hogy ő fog kormányozni, hiszen az ellenzéki pártok összefogásával többséget tudnak alkotni a PISZ-szel szemben. Tehát lehet, hogy ez a 9 győzelem a végén csak 6 lesz, és 10 vajdaságban a jelenlegi ellenzék lesz többségében. De azért tegyük hozzá, hogy ez a 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest viszont, tehát minden relatív, viszont egy győzelem a PISZ szempontjából, hiszen 4 évvel ezelőtt egyetlen egy vajdaságban volt többségük. Ehhez képest most 6-ban van, tehát ebből a szempontból ez szerintem egy előrelépés.
és az agrár vagy parasztpárt, ahogy hívjuk, tehát a lengyel néppárt, viszont 4 évvel ezelőtt 4 vajdaságban megnyerte a választásokat, most egyben sem tudta, és ezeket általában a PISZ vitte előle, tehát igazából, ha ahhoz viszonyítjuk, akkor győzelem. Ha a közvéleménykutatásokhoz vagy a kormány elvárásra viszonyítjuk, akkor lehet győzelem, mert felérő vereségnek is kommentálni a közgyűléseket. Ami itt ugye a pártok kommunikációjának vagy retorikájának a tematizációját illeti, mi az oka annak, hogy az elmúlt, illetve 4 évvel ezelőtti helyzethez képest erősödni tudott a PISZ? Tehát mi a tétje, tisztázzuk ezt is a választásoknak, és ugye beszéltünk már arról az elején, hogy egy rendkívül éles hangú kampány volt. Mi az, amiben győzedelmeskedni tudott az üzenetekkel? Milyen üzenetekkel tudta megszólítani a választókat a PISZ? Először is azért van egy objektív változás a 4 évvel ezelőtti, az, hogy 4 évvel ezelőtt a PISZ ellenzékben volt a Szeimben is, a parlamentben is. Tehát ez a győzteshez igazodott. Tehát 4 évvel ezelőtt a polgári platform gyakorlatilag nyert mindenhol, de ők voltak kormányon. Most ugye a PISZ van kormányon, tehát hogy azért egyrészt a győzteshez igazodás, azért sokaknak nyilván tetszik a lengyel kormány szociálpolitikája, család támogató politikája, vidékpolitikája, tehát ez egyértelmű. Másrészt szerintem inkább 4 évvel ezelőtt volt meglepő, hogy a néppárt, mármint ez a parasztpárt, 4 vajdaságot el tudott vinni, ezek azért leginkább a PISZ szavazó rétege, vagy tehát azért tőlük elvárása a győzelem, most ez így igazolódott. Egyébként, hát amit említettem, ezek a családbarát és egyéb szociális támogatási rendszerek kiépítése a kormány része, ez nyilvánvaló, sokakat hoz azért az elmaradottabb régiókban, tehát itt a dél-keleti régiót, keleti és déli régiót kell érteni, mondjuk hoznánk egy átlós vonalat Lengyelországra, ez az állandó gyakorlatilag megosztottság, ami a szavazói magatartásban is látszik, tehát ott azért sok fejlesztés valósult meg. Egyébként ezek, tehát minden országban mindig így van, már egy korábbi kormány alatt elindult fejlesztések, amelyeket most adnak át, majd nyilván lesznek most is olyan dolgok, amiket most indítanak át, azt mondja, egy következő kormányadat, de hát nyilván ez a szavazókra hatással van, hogy épp most adtak át valamit, tehát ezeket jól ki tudták használni, de azt lehet mondani, hogy azért a vidéki lakosság, a falvak lakossága és a kisvárosok lakossága alapvetően a PISZ szavazótáborát erősítik, és ez most a kormányzás alatt azért meg is erősödött. Hogy viszonyul a lengyel lakosság, vagy a lengyel választópolgárok az Európai Unióhoz? Mennyire euroszkeptikus nemzetről beszélünk? Oda akarok kiukadni, hogy a jelen választások mennyire fontosak voltak a jövő évi parlamenti választások, és ez pedig az Európai Uniós, tehát az európai parlamenti választások tükrében. Hát nemrég láttam egy felmérést az Euróbarométertől, aminek az eredményét én akkor se hiszem el, ha ezt nekem mindenféle kérdés válaszra átámasztják. Ez azt mondja, hogy a lengyel lakosság 30%-a kilépne az Európai Unióból. Én nem tudom, nekem az elmúlt másfél évtizedes és jelenlegi lengyel tapasztalatom ezt nem erősíti meg. Nincs olyan párt jelenleg Lengyelországban, aki ilyen programmal állna elő. Emlékeztetnék, hogy Jaroszláv Kaczynszki a kampány nyitó rendezvényen szeptember 2-án kifejezetten azt mondja, hogy nem lesz Polexit, erről szó sincs, Lengyelország a nyugat része, Európai Unió része, és azt szeretné, hogy minél nagyobb befolyásra tenne szert. Hát ez nem az az üzenet, hogy ki kell lépni az Európai Unióból. Nyilván az, hogy valaki euroszkeptikus a jelenlegi Európai Unió működésével kapcsolatban fenntartásai vannak, hogy kritizálja, ez nem jelenti azt, hogy kilépne. Egyébként nem is tudom elképzelni, hogy a lengyel társadalomnak milyen része lépne ki az Európai Unióból, hiszen az agrártársadalom, ami a PISZ és mondjuk a Népi Párt szavazóit adják, gyakorlatilag a legnagyobb haszonélvezői az európai támogatásoknak. Persze mindig lehet többet és többet kérni, de ha összehasonlítjuk az európai uniós országokat, akkor egyfőre jutva jól járnak vele. Majdnem minden harmadik családnak van Nyugat-Európában dolgozó rokona, nem teljesen lenne érthető, hogy miért szeretnének kilépni. Tehát én azt gondolom, hogy a lengyel társadalom azért inkább a korábbi kutatásoknak megfelelően, és nem ennek a legújabb Euróbarométer kutatásnak
kell hinni. Szerintem a lengyel társadalom nagy része azért egyértelműen Európa párti. Az más kérdés, hogy valaki Európa szkeptikus, és mondjuk kritizálja jelenlegi dolgokat, vagy a Lengyelországgal szemben indított eljárásokat. Az viszont menjen el mindenképpen szavazni ugye jövőre az európai parlamenti választásokon, hiszen ezzel a szavazatával, a voksával tud tenni. Ez ellen a kritika ellen, a helyhatósági választásoknak pedig tehát november 4-én lesz a következő fordulója. Figyelemmel kísérjük az eseményeket. Mitrovits Miklós, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Erősödik az euroszkepticizmus, viszont Kelet-Közép-Európában a cseh társadalom régóta figyeli kritikus szemmel a brüsszeli politikát. Erről és a cseh-magyar kapcsolatokról kérdezte stábunk Ján Kovács, nemzetközi kapcsolatok szakértőt Prágában. Mennyire szkeptikus az unióval szemben a cseh társadalom? A cseh euroszkepticizmus történelmi gyökerekhez nyúlik vissza. A 90-es évek óta Csehország az egyik legeuroszkeptikusabb az újonnan csatlakozottak közül. Mi ennek az oka? Rengeteg oka van. Ha a történelmi okokat nézzük, a cseh és a szlovák történelmet, mi mindig nagyobb centrumok részét alkottuk. Ott volt az osztrák-magyar monarchia, amikor is Bécsből mondták meg a cseheknek, mit csináljanak. Aztán részei lettünk a szovjet blokknak, akkoriban Moszkvából diktáltak Prágának. Most pedig az EU akarja kijátszani ezt a kártyát. Szóval a cseh társadalom egy része úgy érzi, most Brüsszel akar diktálni nekünk. És mit gondol a cseh-magyar kapcsolatokról? Nyilván a csehek és a szlovákok közelebb állnak egymáshoz, hiszen hosszú ideig egy országként léteztek. És az is nyilvánvaló, hogy a szlovákok és a magyarok nem tudnak igazán közel kerülni egymáshoz a kisebbségi kérdések miatt. Általánosságban azt mondanám, hogy a cseh-magyar kapcsolatok nem olyan rosszak. Nem olyan szoros a kapcsolat, mint a csehek és a szlovákok között. Babis kormány fő olykor felnéz Orbánra, vagyis ebben az értelemben a jelenlegi cseh politikai elit érez némi szimpátiát az iránt, ahogy Orbán vezeti az országot. Ezt én nem minősítem, hogy jó vagy rossz, de ez a helyzet. Ha a migránsválság ügyét nézzük, akkor egy oldalon állunk. A felszólalásaink hasonló hangvételűek, ha arról van szó, hogyan kezeli az unió a válságot. Ha jól megnézzük, a jogállamisággal kapcsolatos ügyekben Lengyelország és Magyarország eléggé összetart. Mondhatjuk úgy is, hogy fedezi egymást. Ez egy elég gyakorlatias hozzáállás, hiszen így nehezebben tud eljárni az unió ellenük. Összességében tehát nem állnak a csehek olyan közel a magyarokhoz, mint a lengyelek, de általánosságban én jónak látom a kapcsolatunkat. Csehszlovákia megalakításának 100. évfordulója alkalmából látogatott Prágába a német kancellár és a francia elnök. Most tudósítónkat, Balla Pétert kapcsoljuk a cseh fővárosból. Szervusz Péter, milyen volt Macron és Merkel fogadtatása Prágában? Mi volt egyáltalán a jelentősége annak, hogy a vezetők éppen erre az eseményre látogattak az országba? Szia! Hát Merkel és Macron ugye két év után jöttek, illetve francia és német vezetők két év után látogattak Csehországba. Itt Csehországban óriási ünnepek voltak a 100 éves évfordulóhoz, és én szerintem se a német, se a francia vezetők nem akartak ebből kimaradni, azért is jöttek ide. Maga Macron például két napot is töltött itt, elég hosszú kulturális programja is volt, és hát ugye Macron látogatása előtt a francia újságokban megírták, hogy ő tulajdonképpen azért jön Szlovákiába és Csehországba, hogy ezzel meg tudja osztani a visegrádi országokat a jókra és a rosszakra, tehát azzal, hogy éppen Szlovákiát és Csehországot részesíti látogatásában, el akarja őket különíteni Lengyelországtól és Magyarországtól. Václav Klaus, korábbi cseh államfő, múlt héten egy interjút adott az egyik legnézettebb cseh televíziós csatornának. Ő milyen főbb megállapításokat tett? Tudjuk, hogy viszonylag erős kritikával illeti szinte minden megszólalásában a V4-es együttműködést. Mennyire erős az Európai Uniót kritizálók hangja? Hát Václav Klausnak külön szerepe van. Ő, habár régen nyugdíjba vonult, ugye 2003-ig volt államelnök, máj napig erősen politikai szerepet próbál játszani. Például Németországban az AfD
az Alternative für Deutschland pártnak kampányolt a különböző választásokon. Viszont, hogy is mondjam, az ő megállapításai eléggé népszerűek, tehát a kritikája, amit megfogalmaz, az népszerű Csehországban, viszont a válaszokra, amiket ő ad, azok már nem olyan, mondhatjuk, népszerűek Csehországban, és az ő befolyása cseh társadalomra már nem olyan nagy, mint pár évvel ezelőtt volt. Érdekesek voltak például az ő gondolatai abban, hogy Csehszlovákia megalakulása végre önállóságot jelentett Csehország számára, ugye Bécssel szembe. Hasonló gondolatokat fejtett ki, mint mondjuk Orbán Viktor, mikor arról beszélt, hogy az is egy birodalom volt, és most pedig a Brüsszel a birodalom építő ország, amely ugye nagyon sok kompetenciót visz el, és ezzel korlátozza Csehország önállóságát. Tehát a kritikája elég éles volt EU-val szembe. Egyetlen egy dologról beszél még Péter, arra kérnek nagyon röviden. Hogyan viszonyul a visegrádi négyekhez Tomáš Petriček, frissen kinevezett cseh külügyminiszter? Ő ugye szociáldemokrata, és az ő nézete egyrészt, hogy az EU vagy az Európa Unión belül jó a visegrádi együttműködés, tehát ebbe pozitívan viszonyul, viszont azt kell látni, hogy ő a szociáldemokrata párton belül Miroslav Poche európarlamenti képviselőnek az embere, és ha megnézzük, ugye Miroslav Poche volt az egyedüli szociáldemokrata EU-s képviselő, aki megszavazta a sargentini jelentést. Tehát ebben azt kell nézni, hogy ő nem lesz túlságosan mondjuk magyar párti, viszont most úgy néz ki, hogy nem ő lesz az, aki a külpolitika meghatározó személyisége lesz. Ezt a szerepet továbbra is Andrej Babis viszi. Bala Péternek Prágából egyelőre köszönjük szépen, és megyünk is tovább. A napokban jelentette be ugyanis kilépését a szlovák Smer kormányzó pártból, a kulturális tárcáról már korábban lemondott Marek Magyarics. A részletekért kapcsolunk most tehát Pozsonyba, német Tituszhoz. Bízom benne, hogy már itt van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz Titusz, Marek Magyarics kilépett tehát a Smerből is. Mivel indokolta a döntését a korábbi kulturális miniszter? Szervusz, Anett! Igen, Marek Magyarics kilépett ugyebár a Smerből, ez azért is érdekes, mert amióta a Smer egyáltalán parlamentben van, azóta ez volt az első kilépés a frakcióból. Mégis, amivel indokolta, az volt, hogy Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt és a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke, az kijelentette azt, hogy sok esetben egyetért Orbán Viktor a belpolitikájával, és ezzel Marek Magyarics nem tudott azonosulni, kijelentette azt, hogy nem hajlandó egy olyan koalícióban működni, ahol a koalíciós pártok, egyik koalíciós párt elnöke ilyen dolgokat mond. Ugyebár Magyaricsról azt kell tudni, hogy az ő nevéhez fűződik például a szlovák nyelvtörvény, ami egyértelműen magyar ellenes volt. Több alkalommal már ellene szavazott a szlovák kormánynak, tehát ez valamilyen szinten várható volt, amint azt a Robert Fico, azt már elnöke is elmondta. Titusz, Emmanuel Macron nemrég Pozsonyba látogatott, és az Európai Unió jövőjéről beszélt. Milyen jövőképet vázolt fel a francia elnök? Hát végül is a Pozsonyban elmondta azt, hogy Szlovákia az európai maghoz tartozik. Ezt azzal gondolta, hogy egyrészt a Schengeni övezetnek, és másrészt az euróövezetnek is a tagja Szlovákia. Ebben gyakorlatilag ezt akarja, hogy ez minél inkább kiterjedjen,
emellett erősíteni akartam még a francia-szlovák együttműködést is. Németh Titusznak Pozsonyból köszönjük szépen a friss információkat. És kedves nézőink, ez történt a héten, tehát a Visegrádi négyek országaiban. Egy hét múlva friss információkkal várjuk Önöket ismét. Köszönöm, hogy ezúttal is figyeltek ránk. Viszontlátásra!